Keszthelyi Borfesztivál utolsó napján arról kérdeztük a járókelőket, hogy melyik program tetszett nekik a legjobban. Akkor hogy érezte magát a Keszthelyi Bornapokon? Óriási, én keszthelyi vagyok, 27 éve, csodálatos. Keszthely gyönyörű, nagyon szép, messzi város. A Balaton főleg, én hajógépész voltam, tehát halászra dolgoztam, voltam vízimentős, a Keszthelyen is csinosak, minden. A Keszthelyi férfi a hújében, mint az úr, igen, igen, szóval number one, sor első, óriási. Hát én jól, de nem sokat voltam lent, mert most jöttünk le. Tegnap előtt még lent voltunk. Igazándiból megmondom őszintén, hogy kettős szerepben vagyok itt, mert a Keszthelyi Burgonyakutatási Központtal már voltunk kint tegnap hivatalosan is, és ma mint magánszemély vagyok itt kint. Tehát igazándiból tegnap dolgoztam, ma meg pihenek, és nagyon örülök annak igazándiból, hogy nagyon sok kézműves termék van. Én azt mondom, hogy az elmúlt évekhez képest talán ez a legszínvonalasabb. Örülök annak, hogy tényleg megcsinálták ezt a parti teret nagyon szépen, ízlésesen, és örülök annak, hogy viszonylag jó áron és nagyon sokféle dolgot lehet itt vásárolni, ami tényleg magyar áru, magyar termék, és sok helyen közvetlenül a készítőktől vásárolhatjuk meg, és annak is örülök, hogy ilyen nagyon sokan vannak. Az elmúlt években talán nem voltak olyan sokan, mint most, de most úgy látom, hogy tényleg családok, gyerekek, és úgy látom, hogy elég sok külföldi is van. Tehát szerintem sűrűbben kéne ilyet rendezni itt Keszthelyen, nem csak most. Remekül, köszönöm szépen, igen. Melyik program tetszett önnek a legjobban? Hát még semmilyen programon nem vettem részt, most vagyok itt először, Balaton-Szentgyörgyön vagyok én. A borok jók, ettem is egy kis sült kolbászt, köszönöm szépen, jó minden. Nem tudom, hogy mi lesz még, de eddig nagyon hangulatos, hogy szép az utca, meg Keszthely is nagyon szép, úgyhogy egyelőre ennyit tudok csak mondani. Amikor magát megláttam. Mindegyik tetszett. Tehát frankó volt minden, szóval nagyon-nagyon tetszett mindegyik. A koncertek óriásak voltak. Melyik volt a legjobb program szerinted? Hát a programokat igazándiból a tegnapi program tetszett nagyon. Igazándiból a Brumi Bandi Band koncert szerintem a gyerekeknek az egy nagyon nagy szám volt. Az esti koncert Máté Péter számaival is nagyon tetszett. Igazándiból talán a tegnapi program összeállítás, ami igazándiból elnyerte az én tetszésemet, de összességében nekem úgy, ahogy az egész van, úgy tetszik. Tehát a kiállításokkal, a sátrakkal, a borházakkal és a kézműves termékekkel így egy az egyben. Nem nagyon, mert dolgoztam, aztán most jöttünk le egy picit. Tegnap előtt csak körülnéztünk egy picit. És mit terveznek még erre az estére? Hát nem tudom. Sétálunk egyet, megnézzük a programokat. Megy a vonatom, megyek haza. Sajnos programon én nem veszek részt, nem vagyok levő itt most. De az jó. Ez tetszik. Jobb lenne, cigánzala lenne ugye ezzel bor akármihez, de hát ez is jó. Hát ha megkérdem majd a barátnőmtől, hogy nem tudom, hogy... Hát gondolom, hogy egy közös műsor lesz, ami azt jelenti, hogy... Igen, picit bulizunk, iszunk egyet-kettőt, és utána megyünk haza, és... Hajrok, nem tudom, szóval maradok mindenképpen, így nézzük a rendezvényeket természetesen, mert érdekel bennünket, ő is művésztélek, én zenész vagyok, szóval érdekel bennünket minden. Mindent megnézünk. Mit terveztek az utolsó estére? Az utolsó estére, hát most vásárolni szeretnénk. Kézműves termékeket, elsősorban használati tárgyakat. Kicsit még itt maradunk, eszünk, kiszunk, kihasználjuk még a mai napot, meg egy kis zenét hallgatunk, hogyha lesz, és igazándiból akkor este hazamennénk. Még ezt a mai napot kihasználjuk.